Megmondom őszintén, hogy ezt egy kicsit komolyabb videónak szántam, de hogy őszinte legyek, erről komolyan beszélni. Szerintem kicsit lehetetlen. Üdv! Régóta volt albumról, vagy eleve zenéről beszélés videó a csatornán, vagy olyan videó, ami nem egy Getty Update videó, de hé! Most visszatértem, kb. Az 1. alkalommal, és beszéljünk egy új albumról, mert 2024 van, egy új év, igaz, hogy eltelt már kb. 2 hónap, de akkor is, mit tud most az év nekünk nyújtani? Oh, brother, this guy stinks! Oh, yeah. Új Kanye album. Mégis Tidal Sign album. Egy közös album. Oké, megmondom őszintén. Kanye-ról beszélni most, így jelenleg, anélkül, hogy megemlíteném az incidenst, de hé, új Kanye album, Kanye a GOAT. Hallgassuk meg, hogy mit nyújt az album. Oké, nem fogom sűrni csavarni tovább, nem fogom halasztani, kimondom teljesen. Teljes szívemből el az album egy szar. Köszönöm szépen megtekintésedből, hatfordul a sor, viszont nem látásra. De tudjátok mit? Oké. Beszéljünk erről az albumról. Legyünk erről az albumról. Teljesen fair, teljesen... Legyünk nyitott elmélyő, oké? Ez az album egy új album trilógia része. Vultures néven, azaz Sirályok. Az album minden csak nem Sirály, de... De oké. Ez egy trilógia album része, ráadásul ez pont ugyanazon a napon jött ki, 21 évfordulója alkalmából, mint Kanye legelső albumának, The College Dropout, ami egy fenomenális album. Hasonlítsuk össze ezt a kettő albumot. Nem. Mi ez az album konkrétan? Megmondom, mi az album. Egy lassan 50 éves ember, aki úgy viselkedik, mint egy csecsemő, mert az emberek kiakadtak rá, hogy Nát is kommenteket tett egy interjúban. Egy majdnem 50 éves ember, aki olyan kiöregedettnek hangzik már, hogy jobban járna, hogy csak abba hagyna a zenét, azt ennyi. Egy majdnem 50 éves ember segélykiáltása és mentális összeomlása, és az emberek körülötte, előadók körülötte, mindenki, aki részt vette az albumon, leszopja Kanye faszát, és ezt az egészet hagyja, hogy megtörténjen, mert ő Kanye. Ő a GOAT, a legjobb valaha, a legjobb rapper valaha. Ő az Isten. Ő a király. Kanye a király. Kanye a GOAT. De akkor beszélj már a zenékről. Attól még, hogy Kanye náci, attól még jó zenéket csinál. Adja a zenének egy esélyt. Zenéről beszélj, rendbört adsz, Beszélek a zenéről. Ez Kanye egyik legrosszabb albuma. Jesus King közel van, de tudjátok mit? Még az is jobb ennél. Legalább Kanye akkor, 2019-ben békére lent. Legalább akkor úgy érezte, hogy
hogy megtalálta magát. Az album maga nem jó, de legalább sokkal békésebbnek hangzott, sokkal egészségesebbnek hangzott. Hiába kaszálta a Jandit, ami amúgy szerintem kezdett túlértékel, mint egy elkaszált album. Olcsotok be a kommentekbe, ahogy akartok, de szerintem ez az igazság. Legalább boldognak tűnt. Crazy, bipolar, anti-Semite, and I'm still the king. Hiába antiszemita, hiába bipoláris, hiába őrült, hiába minden, ő a király. Nem én mondom, ő mondta. Nekem ilyen király nem kell. Nekem őrült király nem kell. Hiába mondják az emberek, hogy választok szét a művészetet, a művészi darabot, az előadótól. Hát ez az album konkrétan lehetette, mert ez az album jó része csak Kanye és az ő farságai. Titan of Sign-ról amúgy ideig alig beszéltem, és ha már jó az ének hangja, megmondom őszintén, ha kiveszed ebbe az albumból, alig marad valami. Beszéljünk még a zenéről. Oké. Ott van a Burn. Az egyik olyan dal, ami nekem tetszett is. Leginkább a hangzása miatt, de ez az egyetlen dal, amitől nem éreztem magam, hogy mennyire cringe lenne Kanye. És az Guess is sokat árul el, hogy ez a dal mennyire úgy hangzik, mint a régebbi dalai. Beszéljünk még dalra, oké, ott a Back to Me. Keep zoning, let's keep floating, let's keep moaning. Girl, I know that it ain't over. In the morning, you'll be running back to me. Ez szerintem egy jó dal. Még akkor is, ha Kanye kb. El is rontja. Inkább ezt a Kanye-t akarom, de ez kb. Vicces is, mint az album 90%-a Kanye-t. For the paper, back on that. For the paper, back on that. For the paper. Igen, Kanye hivatalosan is brazil funkot csinál. Ordítok helyekben. Ráadásul itt van Quavo, ez gondolom. Többet amúgy nem tudok mondani erről a dalról. Azon kívül, hogy így milyen létezik. Ki a faszom gondolt erre rá? Miért? A kurva Isten faszomban miért? Én most beszélünk az album első kettőről áról. A Stars, ami úgy hangzik, mintha kivágták volna az eredeti Dondából. Nem a 2020-asból, hanem a 2021-esből. I'ma come through and just black out. Just black out. Keep a few juice on the staff now. I cash out. És ott a... Kiment a fejemből a... Ami okkal van, mert olyan keszi unalmas. És úgy hangzódik, mint az Easy. Egy sokkal unalmasabb Easy. És az hogy a faszomba tudod megcsinálni amúgy viccen kívül. Wasn't it always this way? Wasn't it always this way? Putting it all on display. Using up all your sick days. És most jön a dal, aminek a nevét szintén elfejtettem, ami rajta van, Northwest, Kanye lánya. It's your bestie, Miss Westie. Don't tryna test me, it's gonna get messy. Megmondom őszintén, ha bár nekem nem tetszik ez a dal, és Kanye alig van rajta, ami már jó jel. Én ezt a dalt én tisztelem, mert ha bár szerintem North még
kis Szófiakra férett feljen, azért aranyos, hogy ilyen kis gyerek rapper, oké? De legyet hallasztottam. Jöjjön a Back Forgiveness, Chris Brown-nal. És Valentinától a Gabriel. De ez a dal, a remix, benne volt a reklámzenék nézve, és én szeretem ezt a dalt. Nagyon is szeretem ezt a dalt. Az egyik deep house dala, amit én cringe-elés nélkül végig tudok ülni. Végig tudok hallgatni. Szóval mit csináltak Kanye-ek ezzel a dallal? Az pár másod lehetett. Lejárt az idő, elénekeltették Chris Brown-nal azt a szorosítottát. Mi a faszom fajukban ezeknek? Arra elkezdődöttek valami. Ahogy nem is hangzol annyira rosszul. De Chris Brown, Chris Brown, hogy én faszoljon meg Chris Brown. Gyertek ki, ott van az eredeti dal. Azt nyugodtan szempülhették volna. Nem értem. Én nem értem. Nem tudták kifizetni, vagy nem adtak rá engedélyt, vagy... Igen, most kitértem erre. Ozzy Osbourne nem engedte, hogy az Iron Man nevű dalt használják a Carnival dalba, ebben az albumban. Az Iron Man a bekövetőben van, ami Ozzy Osbourne a font embere. Helyette Kanye mit csinált? Felhasználta a Hell of a Life-ot, ami az Iron Man-t hát nem utánozta, hanem interpolálta. Azaz hasonló, legálisan hasonló ráadásul, mert annó Ozzy Osbourne azt beengedte a Hell of a Life-ot, és sokan jogosan kérdezik, hogy ez legális. Hogy őszintén szóval többit arról meg nem beszélek neki, hogy ezt unalmasak, hogy inkább nem. Üdv, itten pár nappal későbbi per videó szerkesztő Ákos, és azt szeretném mondani, hogy a videó lezáró részét úgy döntöttem, hogy kivágom és inkább elmondom hangformában, mert jobban is megfogalmazhattam volna a mondandómat. Az összefoglalóban arra akartam kiukadni, hogy kb. Senki is érdekel az, hogy mit csinált egy előadó, vagy mit mondott egy előadó. Az emberek nem fogják érdekelni azt, mert jó a vibe, jó a zene, jó minden. És bevallom én is, hogy én sem vagyok nagyon külön, mert én is szeretem Jackot, még akkor is, hogyha pedofil. Playboy Carti ugyanazen az albumon van benne, és ő nőverő, meg úgy alapjáratban egy kibaszott seggfej. Jay-Z az egyik kedvenc rappelem, és hát ő is hasonló helyzetben van, mint Kanye, igaz még. Igaz, hogy az nem annyira elterjedt. És ha ebben az albumban is volt jó pár dal, ami nekem tetszett, még a Do It is megtetszett számomra, de tagadhatatlan, hogy az évek során már Kanye zenei minősége kezd egyre lejjebb és lejjebb menni. Amúgy ez szar se jelent, mert Kanye rajongói úgyis minden szart meghallgatnak, mindenre azt mondják, hogy ez minőségi. Ha Kanye felvenni azt, hogy a mikrofonban nyög jó pár percig, akkor is azt mondanak Kanye rajongói, hogy Kanye egy zeni géniusz, egy isten. És azt mondanák rá, hogy egy fogyatékos vagy, mert nem élveded a zeneit. Szóval, ja, köszönöm a megtekintést, hallgassatok inkább Benny the Butchert, a soha viszont nem látásra, sziasztok!